továbbra is nagyon sokan élnek vissza a rendőrség nevével. Az adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésével, vagy hamis e-maileken, esetleg telefonos üzeneteken keresztül próbálnak meg jogtalanul megszerezni személyes és bankkártya adatokat. A rendőrség folyamatosan hívja fel a figyelmet ezek veszélyeire, de a csalók újabb és újabb módszerekkel próbálkoznak. De hogy mit tehetünk mi, arról már Titan Illa kérdezi vendégét. Ámos Gergőt köszöntöm a stúdióban, az ORFK kiberstratégiai osztályának vezetőjét, rendőr Őrnagyot. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye az utóbbi években vagyunk tanulni annak, hogy egyre többféle módszerrel egyre gyakrabban próbálkoznak csalók kicsalni az adatainkat, megszerezni a pénzünket. Hova vezethető ez vissza? Talán az igazi robbanása az online bűncselekmények elterjedésének az a Covid. Covidnak a kezdete, a home office, az otthoni tanulás és egyáltalán az otthoni bezártság. Ez volt a kezdete. Beszabadultunk az internet világába, és tulajdonképpen mindenféle fék és korlát és ismeret hiányában nekiálltunk vásárolni, ügyeket intézni, bankolni. Azt gondoltuk, hogy ez gyors, egyszerű, nem kell sorba állni, nem kell sorszámot húzni, és elfelejtkeztünk arról, hogy már pedig de vannak szabályok, amiket be kell tartani. Ezeket az óvintézkedéseket nem tettük meg, és tulajdonképpen így elszabadult ez a pokol, mondhatni. Melyek most a legfőbb trendek, ha lehet ilyet mondani, mondjuk a online bűncselekmények esetében, hogy milyen módszerekkel próbálkoznak most főként a csalók? Hát két nagyon markáns elkövetési mód van. Az egyik az a pénzintézetek nevében. Jellemzően a hazai vezető pénzintézetek nevében telefonálnak a sértetteknek. Magukat az elkövetők bankbiztonsági szakembernek adják ki, és különböző a sértettek számláját ért támadásokra hivatkozva próbálnak meg mindenféle távoli elérési programot letöltetni velük, akár számítógépre, akár mobileszközre. Ott pedig tulajdonképpen az, hogy regisztrálunk és megadjuk a hozzáférési kódunkat, ezt megosztjuk az elkövetővel a vonal másik végén, bediktáljuk nekik az összes létező banki azonosítónkat, tehát így a nevünket, a kártyán szereplő nevet, a lejárati időt hónappal, évvel együtt, illetve a CVC kódot, tulajdonképpen teljes rendelkezésre bocsátjuk a számlánkat. Ez talán az egyik leggyakoribb. A másik pedig, ami mostanában újra teret nyert, ez pedig a rendőrség nevében küldött SMS-ek, amik parkolási mulasztások, illetve gyorshajtásokból eredő bírságoknak a befizetésére, hát nem is mondom, hogy szólítja, inkább követeli a SMS kapóját vagy fogadóját. Igen, ilyen e-mailt én is kaptam, emlékszem, és hát nagyon gyanús volt már az e-mail cím, a megnevezés, tehát hogy nem létezik olyan szerv Magyarországon, amelyet így hívnak, de nyilván itt a módszerek folyamatosan finomodnak, és ez is nagyon megnehezíti az önök munkáját. Napi szinten, napi óránként változtatnak módszereket, elkövetési lehetőségeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy körültekintően használjuk az internetet, megint csak ismételni tudom saját magamat. Tehát ha kapunk egy ilyen SMS-t, ami arról szól, vagy egy felszólítást, hogy fizessünk be, mert tartozásunk van, akkor azt ne rohanva, ne a buszmegállóban, ne a villamoson, hanem menjünk, várjunk egy olyan pillanatot az életünkben, mindenkinek van azért egy pár perc nyugalma, amikor el tudja olvasni, meg tudja nézni azt a felszólítási üzenetet, legyen az e-mail vagy SMS, ahol azért kicsi körültekintéssel rögtön rá lehet jönni arra, hogy ez egy csaló üzenet. Jellemzően külföldi telefonszámokról, külföldi végződésű e-mail címekről, illetve helytelen magyarsággal íródnak, nagyon agresszív szövegezéssel ezek az üzenetek. Ezek mindig arra utalnak, hogy ezek csaló üzenetek, illetve van még egy nagyon fontos dolog, hogy államigazgatási szerv SMS útján senkitől semmilyen pénzt nem követel, és nem kér, és nem szólít fel befizetésre. Erre minden erre hivatott szervezetnek megvan az ügyintézési portálja, amit az elektronikus ügyintézési felületeken el lehet érni. Itt mindenki saját magát tudja azonosítani ügyfélkapus azonosítójával, vagy pedig akinek ilyennel nem rendelkezik, őket pedig jellemzően térti vevényes postai úton szokta felszólítani, vagy pedig értesíteni az adott hatóság. Amikor kapnak egy bejelentést, hogy valaki mondjuk áldozattá válik, és megkárosítják, mondjuk leemelnek a bankszámlájáról,
valamekkora összegű pénzt, akkor hogyan történik ez, ilyen ügynek a felgöngyölítése? Mennyire van, nyilván nagyon nehéz dolguk van, mennyire el tudnak eredményesek lenni? A legeslegfontosabb, hogyha bárki sértetté válik, akkor ne essen pánikba. Ez általában elmondható bármilyen veszélyhelyzetre, mert ezt is tekinthetjük egy veszélyhelyzetnek. A legfontosabb az, hogy próbáljuk meg a kár minimalizálni, ezért forduljunk rögtön a pénzintézetünkhöz, akár az okostelefonunk vagy mobileszközünk segítségével, pedig személyesen vagy telefonon, és értesítjük a pénzintézetet arról, hogy minket csalás vagy bűncselekmény ért, próbáljuk meg letiltatni a számlánkat. Ezt követően pedig mindig a rendőrséghez kell fordulni. Amennyiben valaki nem fordul a rendőrséghez, az jó esetben látenciában marad az elkövetés, és esélyünk sem lesz arra, hogy azokból az adatokból, amiket a feljelentésből ki lehetne nyerni, így egy fejlécelemzés, egy telefonszám elemzése, vagy akár egy megadott számlaszámnak a visszafejtése, nagyon nehéz dolga lesz a rendőrségnek, hogy felderítse az elkövetőket. Egyébként egyre több sikert tudunk magunkével, az elmúlt fél évben számtalan olyan elfogásról és realizálásról tett nyilatkozatot a rendőrség, amik arról szóltak, hogy bűnszervezeteket és bűnszervezetek vezetőit fogtuk el, illetve kezdeményeztük a letartóztatásukat, és nem csak Magyarországon, de nemzetközi együttműködés keretében. Nem olyan régen például Ukrajnában számoltunk fel call centereket, aktívan működő call centereket. Ezek többnyire egyébként csapatban dolgozó bűnelkövetők, tehát nem egy magányos ember ül egy számítógép előtt valahol a Fidzsi-szigeteken és ott pötyök, hanem ezek szervezetten, vagy legalábbis valamilyen akár automatizált formában dolgoznak. A Fidzsi-szigeteken már a végfelhasználója, vagy a végélvezője van ennek a bűnszervezetnek. Valóban nem, ez egy nagyon összetett, és mindig elmondhatjuk, hogy a legvége látható, hogy ez egy bűnszervezet. Jellemzően nemzetközi térben működő bűnszervezet. Sajnálatos módon elég sok ukrán állampolgárságú elkövető van köztük. Ez is mutatja azt, hogy például a legutóbbi nemzetközi akció keretében a 3 call centert azt Ukrajnában sikerült felszámolni. De valóban egy jól szervezett, jól működő, olajozott gépezetről van szó, aminek sajnos nincsenek korlátai. Ön nagyon köszönjük, hogy itt volt, és további sikeres munkát. Én köszönöm a lehetőséget.